neveztünk már róluk egyetemet, iskolát, kis utcát, de a legtöbben közülünk mégse tudunk sokkal többet a két bólyairól, talán annyit, hogy matematikusok voltak. Ha azonban egy kicsit jobban szemügyre vesszük őket, érdekes, kalandos, versekkel, matematikával és zenével teli életeket fedezhetünk fel. Az öreg bólyai, Bólyai Farkas 1775. február 9-én született Bólyán, egy nagybirtokos család sarjaként. Tanulmányait a nagyenyedi kollégiumban kezdte, ahol hamar kiderült róla, hogy különlegesen tehetséges és bizonyára fényes jövő áll előtte. Farkas elképesztő dolgokra volt képes. 13-14 számjegyű számokat szorzott és osztott fejben, sőt, nagy számjegyekből köbgyököt is vont. Rengeteg idegen nyelvet is beszélt. Ő tudott már latinul, görögül, héberül, beszélt románul, angolul, németül, franciául és még olaszul is. Sőt, 9 éves koráig latinul már bármilyen témából képes volt egy verset rögtönözni. A fiatal Bólyait Kemény Simon báró karolta fel. Felismervén tehetségét rábízta a fiának, ifjú Kemény Simonnak a mentorálását. Ők nagyon jól összebarátkoztak, sőt, 1796-ban együtt kezdték meg tanulmányaikat a Göttingeni Egyetemen. A Göttingeni Egyetem Németország nagymúltú és kiemelkedő fontosságú egyeteme volt már a bólyaiak idején is. Falai közül olyan hírességek kerültek ki a nagyvilágba, mint például a Grimm testvérek, Bernhard Riemann, David Hilberg, J. Robert Oppenheimer, Heinrich Heine, Arthur Schopenhauer, Otto von Bismarck, Neumann János, Teller Ede és Kármán Tódor. És persze nem feledkezhetünk meg az egyik leghíresebb matematikusról sem, Carl Friedrich Gaussról, aki az itt eltöltött évek során szoros barátságba került Bólyai Farkassal. Ekkor vette kezdetét Farkasnak a matematikai pályája Gausszal karöltve. Legjobban Euklidésznek az 5. posztulátuma érdekelte őket, a párhuzamossági posztulátum. Euklidész egy görög matematikus volt, aki egy egységes matematikai rendszert próbált kialakítani. Azon a véleményem volt, hogy a tudósoknak le kell fektetniük egy pár olyan matematikai alapot, amiben mindannyian megegyeznek, úgynevezett axiómákat vagy posztulátumokat. Ezek olyan szabályok, amelyeket alapvetően igaznak tekintünk, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk vagy bizonyítani tudnánk őket. Ilyen például két pontot összeköt egy egyenes. Ebből az következik, hogy bármilyen matematikai tételt csak úgy lehet igaznak elfogadni, hogyha az axiómákra vagy már bizonyított tételekre alapul. Ezekre épül a matematika napjainkig. Euklidész le is fektetett 5 axiómát, és úgy vélte, hogy ezekre lehet alapozni minden matematikai tételt. Csak hogy az 5. axióma kicsit sántított. Megoszlanak róla a vélemények, hogy tekinthetjük egyáltalán axiómának vagy sem. Egyesek szerint nem az, hanem egy bizonyítható tétel, mely a többi axiómára és a belőlük következő tételekre épül. Mások a helyességét vonják kétségbe. Ez a híres 5. posztulátum a párhuzamos vonalakat határozza meg, ezért párhuzamossági axiómának is nevezik. Ez a kérdés 2000 éven keresztül nem hagyta aludni a matematikusokat, köztük Bólyai Farkas sem. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után visszaköltözött Erdélybe, ahol tanár és kertészként dolgozott. Hamarosan megházasodott Benkő Zsuzsannával, és 2 gyerekük született. 1802. december 15-én János, 1804-ben Anna. Lányuk sajnos tragikus módon fiatalul, 2 évesen meghalt. Farkas éjt-nappallá téve dolgozott az 5. posztulátumnak a kidolgozásán, és 1804-ben el is küldte barátjának Gaussnak a részletesen kidolgozott elméleteit. Gauss erre rövid időn belül válaszolt is, és rámutatott, hogy Farkas hol tévedett. Sajnos nem sikerült neki bebizonyítani a posztulátumot.
Ettől függetlenül olyan más fontos tételek bizonyítását dolgozta ki, mint például a három nem kollineáris pont meghatároz egy kört állítás egyenértékű a párhuzamos egyenesek posztulátumával. Ha tehát valakinek sikerül az egyiket bebizonyítania, a másik is igazzá válik. Farkasnak viszont, bár kétségtelenül elhivatott kutató és matematikus volt, bőven akadtak még egyéb hobbiai is. Vőlegény korában például verseket is írt, nem is keveset, egy egész kötetnyit. Később pedig drámákat, meg üdvözlő költeményeket Ferenc József tiszteletére. Mindeközben gondosan nevelte Jánost, aki hozzá hasonlóan egy csoda gyerek volt. Hegedült és matematikázott. Az anyagi körülményekhez mérten Farkas mindig gondoskodott arról, hogy fia a lehető legjobb taníttatásban részesüljön. A legjobb szakembereket és mentorokat bérelte fel neki, a matematika tudományára pedig ő maga tanította Jánost. Telt múlt az idő, és a kis János felcseperedett, eljött a nap, amikor apja egyetemre szerette volna iratni. Hova máshova, mint a híres neves Göttingeni Egyetemre, ahol ő maga is tanult, és ahol a barátja Gauss már tanárként tevékenykedett. Sajnos ez nem jött össze, mivel Gauss nem válaszolt a Bolyaiak levelére. Ezért János a Bécsi Hadmérnöki Akadémiára ment, ahova a keménybárok segítségével nyert felvételt. Annak ellenére, hogy nem ez az egyetem volt az első választása, hanem sokkal inkább egy kompromisszum, János mégis mindent beleadott a tanulásba. A 7 éves egyetemet 4 év alatt fejezte be. S ha ez nem lenne elég, az egyetemen az ifjabb Bolyait is elkapta a párhuzamosak utáni kutatási vágy, és saját bevallása szerint az unalmas órákon inkább azokkal foglalkozott. A matematika egész életét meghatározta. Miután 1823-ban Temesváron állomásozott katonaként, apjának ezt írt a kutatásairól. Semmiből egy új, más világot teremtettem. A világot, amit János teremtett, mai szavakkal nem euklidészi mértannak hívjuk. Napjainkban a matematika és a fizika kutatások elengedhetetlenül fontos része. Enélkül például a relativitás elmélet se jöhetett volna létre. 7 év telt el, ameddig sikerült teljesen kidolgozni a elméletét, és apját is meggyőznie felfedezésének fontosságáról. 1830-ban Farkas unszolására kiadja kutatását a tentamen matematikai írás függelékeként. A büszke apa az írás nyomtatott verzióját el is küldi barátjának Gaussnak, aki válaszában Jánost legfelsőbb szintű géniusznak nevezi, és hozzáteszi, de ezt a munkát dicsérni annyi, mint magamat dicsérni, mivel az egész tartalma a munkának majdnem 100%-ban egybeesik a saját meditációimmal, ami 30-35 éve foglalkoztat. Gauss minden bizonnyal igazat mondott. A tőle fennmaradt iratokból és levelekből kiderül, hogy ő már évekkel azelőtt megelőzte ezt a felfedezést, de valamiért szégyelte azt. Minden értekezésében úgy ír az elméletéről, mint valami értelmetlen felfedezésről, aminek sohasem lesz gyakorlati haszna. Hát, ezek szerint még Gauss is tévedhet. A kór igazából ki volt éhezve már erre a felfedezésre, mert Bolyai Jánossal és Gausszal párhuzamosan az orosz Nikolaj Ivanovics Lobachevsky is kifejlesztette a teóriát 1829-ben. Jól meg is gyanúsították egymás plagizálással. Na de térjünk vissza a mi Bolyainkra. Jánosnak sajnos a tentamen melléklete az egyetlen jelentősebb matematikai irata, amelyet publikált. Ebből a nagyvilág is megismerhette munkásságát. Ezen kívül körülbelül 20 000 oldalnyi kézirat maradt fent tőle. Ez jelenleg a marosvásárhelyi Teleki tékában található. Bolyai Farkas és János életük hátralevő részét Marosvásárhelyen élték le. Szabad idejükben matematikáztak, írtak, zenéltek és gazdálkodtak a családi örökségükön.
Bolyai Farkas 1856-ban agyvérzésben, János pedig 1860-ban tüdőgyulladásban hunyt el. Ez a kis videó közel sem fedi le a bolyai zseni teljes életét. Hogyan is tehetni? De legalább elgondolkozhatunk azon, hogy a megfelelő elszántsággal és kíváncsisággal még egy kis Bolya nevű faluból is képes az ember megváltoztatni a matematikának kőbe vésettnek hitt szabályait. És az ötödik posztulátum? Végül a pontot az íre Bernhard Riemann, Gauss egyik mentorátja tette fel. Ő vázolta fel a mértan egyetemes elméletét, amely egyaránt magába foglalja az euklidészi és a nem euklidészi mértant is. Ez az úgynevezett Riemann-féle mértan.